Fontos a fiatalok minél korábbi megszólítása az egészségvédelem, a humanitárius eszmék és a karitatív tevékenység iránti érdeklődése kapcsán. Idén megalakulásának 97. évfordulója ünnepli a Magyar Vöröskereszt ifjúsági Tagozata. A szervezet már a megalakulás követő évben elsősegélynyújtás tanfolyamokat tartott országszerte. A fiatalok azóta a Vöröskereszt szertágazó munkájából kiveszik részüket, sok gyermek pedig már egészen kicsi korában kapcsolatba kerül a szervezettel a bázis, vagy bázisiskolai programunkon keresztül a gyerekek nagyon hamar megismerkednek az általunk képviselt dolgokkal, és gyakorlatilag felmenő rendszerben tudnak kapcsolódni a Vöröskeresztes mozgalomhoz az általunk képviselt eszmékhez. Akkor amikor boldogulniuk kell az életben, akkor nagyon sokféle készséget megtanulnak ahhoz, hogy tovább tudjanak lépni. Például segítheti őket akár a pályaválasztásban is, hiszen nem egyszer fordult már elő, hogy az önkéntes első segényújtóink, akik kicsikoruktól kezdve versenyeztek, és ugye ez egy felmenő rendszerű verseny, tehát különböző életkori kategóriában szervezzük meg, hogy akkor utána már a hivatásukat is ilyen körben szerezték, tehát nem egy diplomás ápoló vagy mentőtiszt kerül ki közülük. A Vöröskereszt megyei szervezetének igazgatója hétfői 35 perc című magazin hozzátette, a tagok mellett nagy létszámú önkéntes segíti munkájukat, a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokat segítenek az olyan bemutatók, ahol egy-egy élethű helyzetet szimulálnak, képzett imitátorok játszák el a sérülteket, az elsősegély pedig olyan magasan képzett, de laikus emberek alkotják, akik szakszerűen tudnak segíteni a bajba jutottaknak.